amikor beálltam a rajtgébe, akkor így lepörgött, hogy ez az utolsó 24 év, gyönyörű időtükörvíz, Isten, annyira jó érzés volt. Szerintem párosba, szerintem, amúgy ott szerintem én húztalak fel téged, nem? Te ott nagyon pessimista voltál. A páros napom volt a fejben a leggyengébb egyébként. Én már így, hogy már abba a nyomakajakot elmondhatom, hogy én nem szeretek amúgy párosozni. Igen, tudom. Tehát, hogy én nekem a páros az abszolút a gyengém, meg a mumusom. Mindig úgy tartok tőle, annyira félek, hogy elrontom a másiknak, és tehát úgy érzem, hogy sokkal nagyobb terhet teszek a páros miatt magamra, mint bármelyik másik szem miatt. Elkezdted írni az életrajzi könyvedet ezekkel a fontos mondatokkal. Soha nem mertél volna egy ilyet kimondani, ha a mondat első fele nem az lenne, hogy most, hogy abba hagytam a kajakozást. Többen mondták, hogy írjak egy kajakozást. Amúgy simán. Szerintem a tédet még el is olvasnám. De hogy bocsánat, leragadok a mondat első felénél, tehát az abba hagyom a kajakozást, az az egyesre vonatkozik, igen, vagy, igen. És akkor itt a nagyon fontos kivételem. Hogy úgy a kajakozást, hogy... Hát úgy, hogy mondjuk ez a három lány kitalálja, hogy milyen utak vezetnek a kicsi szívedhez, és azt mondják, hogy de figyelj, ezért az egységet tartjuk már meg. Igen. Tessék, elkezdte. A 4 évet nem bírok már ki, tehát ez kizárt dolog. 39... De most is 2 évet csináltál. 2 évet. De csak 1 évet hagytam ki, tehát most a 2 év kihagyás... Jó, soha nem mond, hogy soha. Igen. Soha nem mond, hogy mert soha. Ez már eredmény, ez több, mint a semmi. Meg fogjuk dézni, higgyétek el. Soha nem mond, hogy soha, de nyilván most nem erre szeretnék gondolni, hanem arra, hogy... Most, amikor az egyesben bejöttél, akkor azért valamit letettél, nem? Mármint puttonyt, meg eredményt is nyilván ebből a szempontból. Szóval így nem nagyon látunk téged többet akkor, ugye? Egyes hajóban. Ezt nagyjából kimerjük jelenteni. Hát... Soha nem mondtad, soha de. De várj, de ahhoz, hogy bekerüljek egy 4-esbe, ahhoz teljesen nem kell 1-esbe. Tehát, hogy azért mondtam, hogy az nem nagyon... Az úgy nem nagyon opció. Az baj nálunk, aha, ugye a kajakon úgy van a válogatási elf, hogyha a hazai válogatón bejössz egy 4-be, akkor vagy benne a... Uh-huh. Ugye a csapatban jó alkalmasság is számít, mondjuk. Én nem tudnék úgy készülni, hogy hát készülgetek, és akkor majd valahogy megyek. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy igen, ha olyan vagy, akkor hogy te, fölkészülök. Hogy te valamit csinálsz, akkor fókusz. Csinálod. Igen. Ugye, aki 4 évente nézi az olimpiát, és ért ilyenkor nyilván minden sporthoz is, ugye azt látja, hogy a női 4-es mindig nyer, csak hogy azért azt tegyük tisztába, hogy 3 éve nem nagyon volt ott a női 4-es. Tulajdonképpen senki nem hitte volna, hogy dobogóra bejövünk, konkrétan csak mi 4-en, akik bennültünk a hajóban. És ugye a tavalyi év után meg abszolút szerettünk volna bizonyítani, úgyhogy szerintem ezt így duplán megcsináltuk. Ugye körülbelül 5 darab edzéssel. És volt egy rutinos versenyzőnk, Csipes Tamarának hívják. Számított? Igen. Mikor a legjobban? Hát szerintem amúgy, amikor beálltunk a rajzgépbe, akkor ugye így szerintem megnyugtatás volt, hogy ő ott volt. És szerintem bőven elég egy rutinos versenyző egy csapathajóhoz. Jó, nem kell túltolni. Én igazából nem láttam még ezt a 3 lányt ilyen fókuszban, de tényleg olyan szinten, azt mondom, hogy a Dorka egy tök jó versenyző típus, meg nem egy ilyen idegeskedő fajta, de még ő is meglepett, de a Noncsi, meg a Sári, meg abszolút, tehát, hogy olyan fókuszban voltak, tényleg rá a kalappal, és annyira büszke vagyok erre, meg rájuk, hogy ezt így végigcsinálták. Tényleg az, hogy így 4-en felülmúltuk szerintem saját magunkat is, meg mindenki, aki azt gondolta, hogy mi ezt így nem fogjuk megcsinálni, mert mindenki, aki úgy gondolta, hogy elbucizunk, az szerintem azt most megmutattuk, hogy nem. Remélem, nem bántó szó ez a tyúkanyom hasonlat. Ez így megfordulné a fejemmel, hogy így Olivia mellett lett a 3 nagylányod, ahogyan annak idején mondjuk... Lett. Abszolút. Én a testvére vagyok Olinak, már mondtuk. A nővére. Igen.
És megvan ez az életérzés? Tehát, hogy picit ez az anyai ösztön dolgozik benned a hajóban, meg amikor együtt ültök? Igen, igen. Akkor volt ennyi idő a Kati és köztem, és ugye én felnéztem nagyon az eredményeikre, az eredményére, ugye akkor azért ez a Kovács Janics érába kezdtem én el ott komolyan kajakozni, meg a felnőtt mezőnybe bekerülni, és én azt szeretnék lenni, akire nekem akkor mondjuk szükségem lett volna. Tehát annyira jó lett volna, hogyha van mellettem egy olyan ember, akire tudok támaszkodni mentálisan is. És nyilván ezt nem várhatod el mástól, mert amúgy ez egy teher is. Tehát, hogy amikor én felajánlom, hogy jöhettek, ha bármi van, nyugodtan, akkor azért ők is meggondolják kétszer, hogy engem oké, hogy felajánlom, de terhelhetnek ezzel. Tehát, hogy ez egy kölcsönös viszony azért. És azért jó, mert hogyha nekem kell, akkor én is tudok menni hozzájuk. És ez tényleg egy kölcsönös dolog. Igazából mind a ketten kajakos bébik, vagy kajakos gyerekek vagytok, ugye, Tami, nyilván nálad ott evidens a családi kötődés. De ugye annak idején, Dorka, hát kb. A Kásiben nőttél föl, nem? Ugye a szüleid ott dolgoztak, pont most hallottam ezt a sztorit, hogy Schmidt Gábor neked fogta a ringatódat, vagy a hordozódat. Persze. De valószínűleg mindenki más is. Igen. A környéken. Tehát, hogy neked belenőni ebbe a mezőnybe, és kétszeres olimpiai érmesként utazni most a Trocadéróra úgy, hogy egyébként kb. Mindenki tartotta vagy a cumis üvegedet, vagy a hordozódat a kezében. Na, hányan ejtettek fejre, azt tudom. Elég sokan, nem látod? Megkérdezem a Gábort, hogy te azt a hordozót hányszor önt? Igen, először ugye ilyen fura volt, amikor még kicsi ifi voltam, meg serdülő, akkor ugye mindenki úgy hívott, hogy a kis Laci. Ezt nem is értettem, de... Mindegy. De szerintem egyrésztről jó, másrésztről viszont igen, néha ez egy hátrány is, mert ugye egy elvárást tesznek rá az emberre, hogy hogyha beleszülettél a kajakba, akkor csináljál is valamit, de szerintem én szerintem a javára fordítottam ezt a dolgot, és tényleg azért, mert ismertek már születésem óta az emberek, ezért egy kiváltságot is éreztem emiatt, hogy ugye, hogyha bármit úgymond kellett, vagy esetleg tanácsot kellett kérnem, bárkitől rögtön segítettek. Úgyhogy én mondjuk ezt kifejezetten szerettem, hogy mindenki ismer. Megáll a lábán az a hasonlat, hogy neked Lisa Carrington az, amit csinál a cínak Michael Phelps? Lehet, igen. De nézd, én most szerencse, nem szerencse, az is lehet, hogy azért jutottam el ide, mert erős mezőnyben kajakoztam, de azért tényleg elkezdtem egy Kovács Janicsérában, közben volt egy kozákunk, akit utána fölváltott egy Carrington, klasszis lányokkal volt teli a karrierem, és nagyjából azért így megálltam a helyem mellettük. Ezt a Cselacit sötte, jó, nem lett volna Phelps, jó, igen, nem lett, meg ha Marsra születek, tehát most ez olyan hülyeség. Ja, de az is lehet, hogyha nem lett volna, akkor meg nem küzdök ennyire, vagy nem tudom, nem szeretem az ilyet. Ez van, de egyébként meg az ilyen mezőnyben szép bármilyen eredmény. Ha végignézzünk egy picit a teljes csapaton, akkor ugye azt látjuk, hogy az éremszám az rendben van, de Párizsban nincs arany. És akik otthon nézik mondjuk 4 évente a kajakkenút, az igencsak jellemző, azok hát én tudom, lazán hozzászoknak, hogy a kajakkenú 1-2-3 arany. De ez valaha rátok telepedette, akár itt Párizsban vagy korábban, hogy a kajakkenőnek az a dolga, hogy 4 évente szállítsa le, amit a haza megkövetel, és hogy ez bármilyen szinten baj-e, hogy most Párizsban a sok érem mellett nem jött össze. Tőlem kérdezték, hogy jó, mi van, hogyha amíg én vízre nem szállok, addig nem lesz Magyarországnak aranyérme. Hát kérdeztem. Mondom, igen, hát mondom, most nem akarok csúnyát mondani tényleg, de hogy így most így, ez engem így hol? Miért? Tehát, hogy
Ez hol érdekeljen? Tehát mindenki a saját dolgáért felel. Most kifejezetten egyébként éreztem az egyes miatt, mert hogy ugye az időeredmények miatt abszolút ugye ez be lett harangozva, hogy hűhá, és nem kell. Ezt nem szabad felvenni, mert egyébként ez pont kerülhet abba, hogy elszállsz mentálisan, és akkor vége, akkor nem csak nem arany, hanem semmi. Te hogy látod a 2025-ös Csipes Tamarát? Mi marad meg az elmúlt évek olimpikonjából, és mi az, aminek helyet akarsz most biztosítani? Fú, ezt nem most kérdezd meg. Tehát, hogy akkor találkozunk újra? Mikor? Hát, tehát így konkrétan úgy érzem, hogy 10 perccel jöttem le a pályáról. Egyébként őszintén nekem a futam előtt ez így lepörgött. Tehát, hogy ez a 24 év, hogy én ott... Hogy én ezt úgy akarom lezárni, hogy amikor beérek azon a bizonyos célvonalon, akkor az az utolsó pálya az olyan legyen, amire azt tudom mondani, hogy majd nincs bennem egy maradandó csalódás, hanem olyan érzés, amit szeretnék érezni. De én ebből a napból, ebből az egész olimpiából tényleg kihoztam a legtöbbet, sőt az elmúlt fél évből kihoztam a legtöbbet, és annyiszor felülmúltam önmagamat az edzéseken, a pályákon, olyan időket kajakoztam, amit soha nem gondoltam, hogy kajakozok, és ezt akartam, ezt az érzést akartam újra átélni, tényleg, jó. És annyira nyugodtan álltam be. De tényleg annyira nyugodtan, amikor jól is szálltál ki, hát ez a lényeg. Igen, úgy szálltam ki, amikor beálltam a rajtgébe, akkor így lepörgött, hogy ez az utolsó 24 év, gyönyörű időtükörvíz, Isten, annyira jó érzés volt. Azért így kajakozni, egy ilyen időben, ilyen közönség előtt, ez, nézd, nekem ez tökéletes volt így ezer esnök. Ezek után hogy van szíved? Azon gondolkodni, hogy őt még mindenféle furmányos trükkel visszaédeskesd a vízre. Simán. Ez nem így működik. Nem vagyhat minket itt. Tehát ez nagyon, azt mondod, hogy ez nagyon szép minden, ami elhangzott? Nagyon szép minden, csak jöjjön edzésre majd, igen. Jó, gyerekek, ez lesz a világok harca. Ezt majd megharcoljátok a következő hónapokban. Még nem adhatja át a stafétabotot, még kicsit jöjjön, még csináld. Oké, hogy amíg ez a játszma zajlik, addig is, sőt azelőtt hatalmas bulit nektek a Trocadéron. Élvezzetek. Az biztos. Majd nézzük.